Nyílik az első zsilip a Balaton felől. Az akali vízibusz türelmesen vár, hogy behajózhasson a zsilip kamrába. Ezután visszazár az első zsilip ajtó. A hatalmas víztömeget ezek után szivattyúval a Sió csatornába eresztik. A hajó komótos tempóban nagyjából fél óra alatt ereszkedik a csatorna szintjére. Ezután hosszas kürtszó kíséretében megindul Barcsik tartó egynapos útjára az 57 éves, még ma is mutatós küllemű vízibusz. 1959-ben épült Vácon a Dunai hajógyárban. A 26,5 méter hosszú hajó, eredeti nevén Megyer, több mint 50 évet szolgált a Balatonon. Annak idején ez egy egészen új technológia volt, és állítólag a külföldi hajóépítő cégek is megnézték azt, hogy hogyan lehet szegecselt alumíniumból hajótestet építeni. Úgy tűnik a mellékelt ábra tanúsága szerint, hogy több mint 50 éven túl is tartósnak bizonyult ez a magyar technológia, amit annak idején 1959-ben építettek. Milyen mennyiségű vizet kell megmozgatni ahhoz, hogy a Balaton vízéről átkerüljön a Sió csatornába? Soknak fog tűnni, ez nagyságrendileg 3800-4000 köbmétert jelent, de a Balaton víztömegét figyelembe véve nyilván ez egészen elenyésző víztömeg. Barcs város önkormányzata 18,5 millió forintért vásárolta meg a hajózási társaságtól a vízibuszt. Az idei szezonban a Duna-Dráva Nemzeti Park területén szolgálhatja az utazóközönséget. A vízi szállító jármű kifogástalan üzembiztonsági és műszaki állapotban van. Az esős időjárás most kedvező volt a hajó útra bocsátásához. Nekünk az lenne jó, hogyha mindig tere lenne, de ez ugye álom azért. Én úgy gondolom, hogy el kell kezdeni, és a balcsi turizmus, tehát a drávai turizmus inkább azt mondanám, Balcs központtal szeretnénk fellendíteni, és az embereknek olyan lehetőséget biztosítani, hogy akár két napot, vagy akár egy hetet is eltölthessenek ott pihenéssel. És onnan Balcsról kiindulva milyen célállomások felett tervezik az utakat? Hát ugye a célállomás az sok. Fölfele olyan nagyon nem hajózható, Dráva pár kilométert, 4-5 kilométert lehet fölfele hajózni, utána már egy kicsit veszélyes ekkora hajóval, inkább a kenus turizmus megy arra fölfele, de lefele akár Eszékig is mehet. Hát milyen igény lesz rá, mi megpróbáljuk fölmérni, megpróbáljuk megtudni azt, hogy az emberek mit kérnek. Hogyha kell, akkor lemegy akár Eszékig turista csoportokkal. A hajó útnak indításával jelképesen kezdetét vette a Balatoni Hajózási ZRT 170. hajózási szezonja. A hivatalos indulás március 26-án lesz. Az újjáépített, exkluzív külsővel ellátott Siófok katamarán 500 személyt tud majd szállítani. Folyamatban van a Beatrix hajó felújítása is.